1998. január 22-e. Zsuzsi, emlékszel, hogy mit csináltál ezen a hideg csütörtöki napon? Hát általános iskolás kislány voltam, és biztos a barátnőimmel viccelődtünk és nevettünk az iskola valamelyik sarkában, nem tudom. Remélem nem lógtatok az óráról. Soha-soha. Tudnilik, ezen a napon mutatták be a 11 Oscar-díjat elnyert Titanic című filmet, melyet egy kevésbé romantikus esemény ihletett. A Titanic roncsai egy kiállítást is életre hívtak. Most több száz eredeti műtárgyat láthatunk a hajóról, ami 1912-ben süllyedt el. A kék fényekben pompázó kiállításon találkozunk Völgyi Péterné Reich Mártával, akinek nagyapja dr. Lengyel Árpád a Kárpátia nevű hajó orvosa volt. Ennek legénysége mentette meg a Titanic összes túlélőjét. A nagyapám 1911-ben a Rókus Kórház fülorgége szakorvosa volt, és már megelőzően 7 éves mentős gyakorlattal rendelkezett. Ekkor 1911-ben olvasott egy újsághirdetést, amelyben angolul beszélő magyar orvost kerestek a Kárpátiára. Ő 26 éves legényemberként ezt jó lehetőségnek, szerencsének tartotta, ezért megpályázta és szerencsésen el is nyerte ezt az állást. A szerencse eddig tartott. Első útján már is komoly küldetéssel kellett szembenéznie. Hajnali fél egykor vették a Titanic jelzését, amelyik ekkor már süllyedőben volt, de két másik hajó, amelyik közelebb volt, egyáltalán nem reagált a jelzésre. A Kárpátia kapitánya, Sir Arthur Henry Rostron rögtön megfordította a hajót, és abba az irányba mentek, ahol a Titanic volt. Egy pillanatig nem gondolt arra, hogy ugyanolyan körülmények közé viszi a hajóját, mint amilyenbe a Titanic került. Így végül is hajnali 4 órára értek oda, amikor már csak a mentőcsónakokat lehetett látni, a Titanicból már csak bútordarabok és néhány fadarab volt a felszínen. Először is kivilágították a Kárpátiát teljesen, hogy a mentőcsónakokból lehessen látni, hogy arra felé evezzenek, és a mentőcsónakokban lévő utasokat, mindegyiket sikerült felvenniük, 705 utast tudtak ilyen módon megmenteni. Nagyapám, aki mentős gyakorlata révén ebben már jártas volt, hamar el tudta dönteni, hogy kit milyen ellátásban részesítsenek. Egyébként a Kárpátián kialakítottak kabinokból kórtermeket, összegyűjtöttek takarót, forraltak vizet, minden elképzelhető ellátást megszerveztek a megmentettek részére. 705 sokkos állapotban lévő embert egy hosszabb úton, ugye 3-4 napig tartott, mire visszaértek New Yorkba, ezen az úton valamilyen módon megtartani fizikailag is, mentálisan is nagyon nagy munkát, nagyon nagy feszültséget igényelt.